Ez az ittas vezető még júniusban hajtotta a körforgalom tetejére Nyíregyházán. Ebből a balesetből nem lett súlyos sérülés, nem úgy, mint szeptember közepén ennél a halálos balesetnél Kótajban. Itt is feltehetően ittas volt a sofőr. De nem csak az autóba tilos beülni alkoholos befolyásoltság alatt. Tavaly tavasszal motorkerékpáros vesztett életét a 4-es számú főútvonalon, amikor ittas volt, és szintén tavaly, 2017-ben gyalogosan közlekedő férfit gázoltak halálra az M3-as autópályán. Ott is bebizonyosodott, hogy igencsak illuminált állapotban közlekedett az autópályán, amikor halálra gázolták. És nem beszélve arról, hogy hány kerékpáros veszti életét, amikor elmondják nagyon sokan, hogy kacsázva közlekedett a kerékpáros. Nem beszélve arról, hogy kivilágítás nélkül sötét ruházatba, sötét kerékpárral. Ezt a totálkárosra tört autót is feltehetően egy ittas férfi vezette a hét elején Bedőbokornál. A helyszínen ugyanis pozitívan jelzett az alkoholszonda. A sofőr sokszor nem tudja megítélni saját állapotát, ennek eredménye, hogy árokba borul, vagy mint ahogy itt is történt, villanyoszlopot dönt ki. Azonban fontos megjegyezni, hogy a részeg állapotban még sétálni is veszélyes lehet. Hány olyanról hallunk, hogy földön fekvőt gázolnak halálra? És nem is egy gépkocsi ment át, például legutóbb is említett halálos balesetnél azon a földön fekvő gyalogoson, hogy meg se tudták számolni, hogy hány gépjárművezető nem vette észre, hogy földön fekszik valaki, mint elmondták, azt hitték, hogy egy elütött állatról van szó. Az alkohol azonban nem csak ilyen módon vezethet halálhoz. Magyarországon akár 900 ezer mértéktelen ivó is lehet. Az alkohol megközelítőleg 8000 áldozatot követel évente, a leszokás pedig épp úgy egy hosszú távú folyamat eredménye, mint a rászokás. Erről korábban 35 perc című műsorunkban dr. Erdélyi Ágnes beszélt. Mi egy összetettebb szemlélettel próbálunk segíteni a gyógyulóknak, vagy a gyógyulni szándékozóknak. Egyrészt az, hogy van egy rövidebb gyógyszeres szakasz, amikor a akut megvonásos tüneteket kezelni kell, amikor szüksége van arra, hogy támogassuk a szervezetet, hogy ne legyenek súlyosabb szövődmények, vagy kezeljük már azokat a szövődményeket, amik esetleg kialakultak az italfogyasztásból. Nagyon sokszor, amikor kihúzanodik az illető, és ott állunk már több nap óta, el nem fogyasztott alkoholmentesen, száraz állapotban előkerülnek szorongások, pánikbetegségek, mint amik társulnak, depressziós tünetek, ezekkel is muszáj foglalkozni. De ha csak a depresszióját kezelem, akkor attól még a szenvedélybetegség fennmarad, és ugyanúgy visszaesik, a kettőt párhuzamosan kell kezelni. És a gyógyszeres terápián túl csoportfoglalkozásokat már elég korán elkezdjük, amiben nagyon sokféle lehetőség közül tud választani az illető. Ezek tükrében az alkohol felelős a világ haláleseteinek több mint 5%-áért, ez évi 3 millió áldozatot jelent. A 15 éves magyar lányok egyharmada már legalább háromszor volt részeg életében, ez is a WHO felméréséből derült ki. A 36 vizsgált európai ország eredményei közül az olvasható ki, hogy Magyarországnál csak Walesben és Dániában rosszabb a helyzet. A felmérés szerint leginkább a brit szigeteken és az egykori szocialista országokban jelent problémát a fiatal lányok alkoholizmusa. A fiúk körében még rosszabb a helyzet. A felmérés szerint legalább 41,2%-uk volt már kettőnél többször részeg. Ezzel az arányjal a magyar fiatal fiúk listavezetők egész Európában.